A bajnokságban sorozatban elszenvedett három vereséget feledni ugyan nem lehet, de valamelyest vigasztalódni próbált az Albakon-Fehérvár a kosárlabda Magyar Kupa negyed döntőjében. A fehérváriak nem is bíztak semmit a véletlenre a kaposvári KK ellen, már az első 10 percben megszórták a kékmezes vendégeket Simonék. A nyitóperiódusban különösen Keller, Csizm és a csapatkapitány voltak elemükben, de Hollis is hasznosan játszott. A fegyelmezett kosárlabda 11 pontos előnyt jelentett a második negyed előtt, amit aztán a folytatásban tovább tudtak hízlalni Zunics mester tanítványai. Simon Balázs kiegyenlített jó játékkal rukolt elő, Hollis két triplával is jelentkezett, és nem szűrt rosszul a védekezés sem. Tulajdonképpen már az első félidőben eldőlt, az Alba kompot ezen az estén nem lehet meglepni, csak az volt a kérdés, a szünetre megszerzett 22 pontos különbséget lehet-e tovább mélyíteni. Fordulás után kissé visszaesett az amúgy sem fergeteges színvonal. Mindkét oldalon sok volt a rontott dobás, így némileg szoros játékrészt hozott a harmadik 10 perc, de a Fehérvár vezetését egy cseppet sem fenyegette a Kaposvár, mely alakulat a szezon közben érkezett két játékossal, Dávid Gerivel és a gánai Ahelékbével most a csapatépítés időszakát éli. Az utolsó felvonás igazán közönség szórakoztatóvá sikeredett, látványos zsákolásokkal fűszerezték a jó támadó játékot a hazaiak, és a végére tetemes előnyre tettek szert. Az Alba Kompa továbbjutás küszöbére lépett, hiszen 106-75-ös győzelmével 31 pontos előnyel utazhat a február 22-i visszavágóra. Előbb azonban fontos feladat vár az Albára. Pénteken 18 órától a tabella negyedikje rangadót hívva jelenleg második Körmend otthonában.